Sziasztok, kedves barátaim! Itt vagyunk a Szántóföld közepén. Ma rendkívüli hírek vannak, és nagyon érdekes a tevékenység folyt itt a Szántóföldön. A tevékenységnek az a neve, hogy tájmaszás. Na, mi az a tájmaszás? Azt meg fogjátok tudni egy kis intro után. Hare Krishna, itt vagyunk Krishna völgynél a krumpli földön, amit tavaly valahogy félbe hagytunk, nem sikerült felszednünk a krumplit. Igazából nem is volt túl jó termésünk, de mivel most idén bejött ez a kis helyzet, amit a vírus és az egyéb dolgok okoztak, akkor szükségét láttuk felszedni a krumplinak, hogy legyen mit elvetnünk idén, és legyen miből termesztenünk krumplit. Úgyhogy most felszedtük itt ökrökkel, kiforgattuk majd kézzel, ki túrtuk a földből, volt egy kis tájmasszázs, ahogy mi hívjuk, és most pedig felkészülünk rá, hogy elvessük egy másik helyen, remélve, hogy a krumpli bogarak nem találják meg. Úgyhogy mindenkinek, aki idén krumplit termeszt, és lesz ideje, esetleg nem megy el otthonra, akkor nagyon figyelje rá, hogy krumpli bogarak nehogy meglepjék, rendszeresen szedje, figyelje minden nap őket, mert ha nem, akkor úgy jár, mint mi, hogy nem lesz túl nagy a krumplia. Iratkozzatok fel a csatornára, nyomjátok a csengő gombot, írjátok a kommenteket, legyitek boldogok és elégedetek. Hare Krishna!